Tudományos ülést szerveztek a József András Oktatókórházban. Az intézmény anesteziológiai és intenzív terápiás osztálya fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte a hétvégén. A kiválóan felszerelt hatágyas intenzív osztályon ma már évente mintegy 700 embert kezelnek. Köszöntöm a stúdióban dr. Szűcs Attila osztályvezető főorvos urat, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök minden nézőt. Először is szeretném megköszönni szerkesztőségnek érdeklődésünket, osztályunk és szakmánk iránt. Picit tekintsünk vissza erre az 50 évre. A mostani számok már egészen másak, mint 50 évvel ezelőtt voltak, és gondolom az eszköztár is kicsit megváltozott. Nagyon-nagyon megváltozott. Osztályunk, ahogy elhangzott, ezelőtt 50 évvel alakult. Nagy büszkeséggel mondhatom, Magyarországon az első között. Az első ötben volt a megalakulás időpontjában. Az osztály dr. Makrári Elek főorvos úr, mindenki által a régi garnitúra által főnöknek nevezett tapasztalt és nagyszerű orvos alapította, és ez adta az apropóját az idei tudományos rendezvényünknek, amelyet most szombaton rendeztünk. Az osztály 4 ágyal indult. Jelenleg osztályunkon 22 intenzív ágy van, 8 olyan ágy, olyan részleggel rendelkezünk, ahol a műtét utáni betegeket kezeljük, de azok a betegek még nem igények intenzív ellátás, valamint 31 anesteziológiai munkahelyen rendelkezünk. Ez azt jelenti, olyan hely, nem feltétlenül csak műtő, diagnosztikus vagy egyéb beavatkozás alkalmazására kijelölt helység, ahol bármilyen altatást vagy érzéstenítést végzünk. De ami mindennél talán a legfontosabb, hogy osztályunkon jelenleg 140 dolgozó található, dolgozik, közülük 45-en orvosok, és ez a garnitúra, ez a csapat teszi lehetővé azt, hogy a mindennapi munkánkat elvégezzük, ezeket a teljesítményeket el tudjuk látni, és engedje meg, hogy itt a nagy nyilvánosság előtt köszönjem meg minden korábbi és jelenlegi dolgozónak is áldozatos munkájukat, amely lehetővé teszi, hogy sok, nagyon súlyos, életveszélyes állapotban lévő beteg életét megmenthessük. Hová tudjuk helyezni az országos palettán a kórházi intenzív osztályok között a nyíregyházit? Hát először is maga a Szabolcs-Szatmár Mereg megyei kórházak, azon belül is a József András Oktatókórház az ország legnagyobb intézményei közé tartozik. És nyilván egy ekkora intézménynek csak egy ugyanolyan nagyságrendű intenzív osztály tud megfelelni, ezért osztályunk is az ország 4-5 legnagyobb intézménye, osztálya közé sorolható. Ezt mutatják a számok is, ami azt jelenti, hogy a tavalyi évben az intenzív részlegeken 777 beteget kezeltünk, és összesen 20.500 anesteziológiai beavatkozást, érzéstenítést végeztünk, azaz szeretném kiemelni, hogy nem csak altatást, hanem anesteziológiai munkát, érzéstenítést, mert a közvéleményben mi még mindig altatóorvosként vagyunk ismertek a műtőben, de ez a szakmától már sokkal-sokkal másabb. Ha megengedik csak két gondolatot a szakmánkról, az anesteziológia, az orvostudomány érzéstenítésre szakosodott szakága. Magyarországon, mint Európa legtöbb országban, az anesteziológia egy szakvizsgát képez az intenzív terápiával. Azaz kollégáim, munkatársaim a műtőben anesteziológiai tevékenységet végeznek, és az intenzív osztályon pedig a súlyos, kritikus állapotban lévő betegeket látják el. De az anesteziológiai munkán belül is óriási előtörés észlelhető az utóbbi évtizedekben a különböző érzéstenítések terén. A tavalyi év statisztikája alapján a 20.500 említett anesteziológiai beavatkozásból, tevékenységből mindössze 45% az altatás, és a többi 45-50% néha fölött is pedig különböző érzéstenítési módszereket jelent. Mennyire tudnak részt venni tudományos munkában, vagy inkább itt a megyében, a betegágynál és a műtőben kell helytállni? Nyilvánvaló, hogy a fő feladatunk, hogy a betegeinket ellássuk, a betegének megadjunk mindent. El kell, hogy mondjam, hogy ön is említette az előbb, hogy büszkén mondjuk, hogy minden feltétel osztályunkon, minden feltétel és eszköz, minden gyógyszer adott ahhoz, hogy a betegeinket magas színvonalon el tudjuk látni. Emellett természetesen igyekszünk részt venni magyar és nemzetközi konferenciákon, részt veszünk nemzetközi tanulmányokban, jelenleg az osztályunkon 2 ilyen nemzetközi tanulmány fut, a kollégáinkat inspiráljuk arra, hogy jelenjenek meg ugyanezeken a nagy konferenciánkon, és mindenkinek igyekszünk biztosítani a továbbképzést azon a területen, amelyről szeretne szakosodni, vagy amely mélyebben érdekli. Ez a magas betegszám lehetővé is teszi.
Hát hogy... igen, nem akartam, nem is szeretném, hogy az jöjjön ki, hogy minden tökéletes. Természetesen vannak gondjaink, vannak problémáink, főleg a humán erőforrás terén. Ahogy említettem, sokan vagyunk, 138 fő az osztály munkatársainak száma, de még sokkal több orvosra, nővérre, szakdolgozóra lenne szükség, mert ettől még nagyobb feladatok várnak ránk, és még tovább lehetne fejleszteni a műtéti számot is, az anesteziológiai beavatkozások számát, ha még többen lennék, és remélem, hogy még többen leszünk. Említette, hogy minden feltétel rendelkezésre áll, de gondolom, hogy azért pályáznak különböző fejlesztésekre. Hol tart most, milyen jövőbeni terveik vannak? Örömmel tudatom, hogy pont ma érkezett meg 3 új altatógép az osztályunkra, holnap érkezik 4 új lélegeztetőgép, azaz folyamatosan, természetesen az amortizációt nehéz utolérni, de azért mind országos szintű pályázatok, mint az intézmény által biztosított nem csak pályázati forrásokból folyamatosan zajlik az osztály felújítása, de természetesen ez a munka, ahogy mutatják a számok is, még több gépet, még több műszert igényelne. Megyünk előre, lehetne mindenből még több, még modernebb, de alapvetően azt tudom mondani, hogy az országban az egyik legjobban felszerelt intenzív osztályok közé tartozunk. Tehát azt mondhatjuk, hogy tudjuk a lépést tartani a legújabb fejlesztésekkel, és a legmodernebb technológiák. Természetesen világviszonylatban, európai viszonylatban vannak kiemelt intézmények Magyarországon is, de mi a helyünket a realitás talaján kezelve a többi megyei kórházzal, vagy az egyetemi centrumokkal is összehasonlítva azt tudom mondani, nincs mit szégyelnünk, nincs szégyenkeznünk, menni kell mindig előre. A szakma hihetetlen gyorsan fejlődik. Óriási az innováció, a gép és műszerpark terén, a gyógyszerek terén tartanunk kell a lépést, ehhez pedig csak az kell, hogy minden nap tanuljunk, fejlődjünk, képezzük magunkat, mert csak így tudjuk megállni a helyünket. Borzasztóan megterhelő ez a munka. Lelkileg és fizikailag is. Hogyan tudják a dolgozókat segíteni abban, hogy meg is maradjanak ezen a területen? Ez is egy nagyon nehéz kérdés, és teljesen jogos, amit tetszett mondani. Nyilvánvaló, nem mindenki tudja ezt a munkát végezni. Erre rá kell jönni, akár egy orvosnak, akár egy nővérnek, ápolónak, szakdolgozónak, és adott esetben váltani kell. Van is egy fluktuáció az osztályon, ez nem súlyos mértékű, de vitathatatlan, hogy előfordul. Aki pedig itt marad és megszereti a szakmát, ezt el fogja viselni természetesen ezt a nagy terhelést, mert tudja, hogy ez ezzel jár, de ezen kívül igyekszünk osztályos rendezvényekkel, évvégi osztályos összejövetellel, évek óta járunk Szlovákiába síelni, a Tiszatóra kerékpározni, igyekszünk munkán kívül is összetartó csapatot alkotni, és elmondhatom, én büszke vagyok arra, hogy itt dolgozok, és büszke vagyok munkatársaimra, hogy ez egy nagyon összetartó és együttműködő csapat. Főorvos úr, gratulálok az ünnepléshez, a jubileumhoz, és jó egészséget kívánok a további munkájukhoz. Köszönöm, hogy vendégünk volt. Köszönöm szépen minden munkatársunk nevében.